Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és még mielőtt elkezdenénk a mai beszélgetésünket Demko Attilával, az MCC Geostratégiai Műhelyének igazgatójával, egy kis magyarázat a mai interjúhoz. Demko Attilával tegnap rögzítettük ezt az interjút, amit ma hallhatnak, tehát 2022. február 14-én hétfőn rögzítettük azt az interjút, amit február 15-én hallhatnak az orosz-ukrán konfliktus kapcsán. Ekkor még nem tudtunk mindent. Az interjú ennek kontextusában készül, de azért döntöttem mégis, amellett, hogy egyrészt leadjuk az interjút, másrészt, hogy mondok most egy előszót, mert hát így kerek a történet egyrészt, másrészt meg Demko Attila mond nagyon sok olyan fontos dolgot, ami annak fényében is értelmezhető, hogy még nem tudtuk, hogy mi történt. Na de mi történt? Tulajdonképpen hetek, hónapok óta megy a riogatás azzal, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát. Az elején nagyon komolyan vette a világ, aztán egy kicsit úgy mindenki lazított, és azt mondták, hogy ez inkább az Egyesült Államok háborús narratívája. Az Amerikai Egyesült Államok titkosszolgálata jelezte, hogy február 16-án, azaz szerdán az ő információjuk szerint megindulhat az orosz támadás Ukrajna ellen. Nagyon érdekes, hogy azt az amerikai kormány szivárogtatta ki a sajtónak még múlt pénteken. Aztán Zelenszkij, Ukrajna miniszterelnöke egészen hétfő estig azt képviselte, hogy ezek a hírek nem igazak, ezek csak pánikkeltőek, és ők úgy tudták, hogy a helyzet veszélyes, de nincs közvetlen háborús fenyegetés. Hétfő estére azonban történt valami. Zelenszkij a Facebookon egy beszédében már arról beszélt Ukrajnának, Ukrajna népének, hogy őt is informálták a szerdai, azaz a február 16-ai támadás tervéből, és hát úgy tűnt, hogy most már igazán komolyan veszi a támadások hírét. Úgy döntött, hogy munkaszüneti napot rendele február 16-ára, az országot fellobogózzák, és felkészítik a harcra. Ami érdekes volt, hogy a parlament nem tudott ülésezni, nem tudták megszavazni a rendkívüli állapotot, ugyanis a 400 képviselőből csak 24 jelent meg az országgyűlésnek az ülésén, és a sajtóinformáció szerint nagyon sok képviselő külföldre menekült, ezért nem tudták megtartani az ülést. Az ok egyébként az, hogy Oroszország jelenleg katonai gyakorlatot tart, és most már ott tartanak, hogy 150 ezer katonát vontak össze az ukrán határon és Fehér Oroszországban. Hogy lesz-e támadás, az nagy kérdés. És akkor innen vágnám be azt az interjút, amit tegnap készült Demko Attilával. Fogadják szeretettel. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Korábban már mi is beszélgettünk Ukrajna kapcsán, de úgy tűnik, hogy azóta is napirenden van a kérdés. Kezdjük azzal, hogy miközben igen feszült a helyzet, ez egy látszólag feszült helyzet, vagy egy valós katonai fenyegetettség? Hát, hogy a probléma valós, az nem kétséges. Tehát azok az orosz csapatok azért ott vannak a határ közelében, és ezek olyan csapatok, amelyek fél évvel ezelőtt nem feltétlenül voltak ott, és nem ilyen felkészültségi szinten. Tehát ez a része, ez valós. Az más kérdés, hogy az Egyesült Államok részéről nagyon úgy tűnik, ugye már hetekkel ezelőtt mondták azt, hogy azonnal indulhat a támadás, akkor mondtak ilyet, amikor az orosz alakulatok még messze nem voltak olyan állapotban, mint ma. Tehát ez mindenképpen egy furcsa dolog, de ma már azt lehet látni, hogy azért van tényleges orosz, vagy lehet orosz fenyegetés, mert ugye nem az számít, nem az adott esetben a képesség számít, nem az, hogy megszületette a döntés, mert a döntés az különösen Oroszországban nagyon gyorsan meg tud születni, hiszen alapvetően Vlagyimir Putyinon és közvetlen környezetén múlik a történet, de a képesség viszont nem tud gyorsan ott lenni. Tehát a képesség ott van, és most úgy tűnik, hogy van ott képesség, tehát az ukrán határok mentén, illetve Belarusban, akkor gyorsan dönthetnek az oroszok. Tehát azt mondani, hogy ez teljes mértékben csak propaganda, azt azért nem lehet. Azt viszont el lehet mondani, hogy az Egyesült Államok nagyon sokszor kiáltott farkast az elmúlt hónapokban. Gyakorlatilag azt mondta, hogy bármikor indulhat a támadás. Ez eddig nem volt igaz. Én azt tudom mondani, hogy most tényszerűen az igaz, hogy az oroszok tudnak támadni akár napokon belül. Az más kérdés, hogy van-e ilyen szándék Oroszországban. És van. Hát ezt rendkívül nehéz megmondani, ugyanis Vlagyimir Putyin ezt nem jelenti be a moszkvai rádióban.
előre, hogy ő mit kíván tenni. Nyilván én logikusan nem látom, hogy az oroszok mit tudnának nyerni egy Ukrajna elleni támadásra, hiszen Ukrajna rendkívül nehéz helyzetben lévő ország, rövid, közép, de talán még hosszú távon sincs esélye az EU integrációra, a NATO integrációra pedig végképpen nem, hiszen konfliktusban, folyamatos konfliktusban van saját szeparatista köztársaságaival, illetve Oroszországgal is ugye a Krím miatt. Tehát nem igazán tudom, hogy mit kéne Oroszország, nem látom, mit kéne Oroszországnak most megakadályoznia egy támadással. Miért kéne... Ukrajna NATO csatlakozását. Igen, de az teljesen esélytelen, tehát ez a narratíva, hogy Ukrajna NATO csatlakozását, hogy Ukrajna sikerességét, mert ugye még ezt szoktuk hallani, hogy az oroszoknak azért kellene támadnia, nehogy Ukrajna egy sikeres példa legyen, egy demokratikus sikeres példa legyen az orosz nép számára, de most erről sincs szó. Hát, Ukrajnának az egyfőre jutó GDP-je vásárlóparitásra nagyjából Sri Lanka közelébe van, az orosz egyfőre jutó GDP vásárlói paritáson pedig Görögországnál van. Tehát a két ország közt 30-40 helynyi különbség van per GDP. Az oroszok sokkal jobban élnek. Most azon lehet vitatkozni, hogy mekkora demokrácia Oroszország, mert látjuk azért a problémákat, de az ukrán demokráciával is rendkívül nagy problémák vannak. Tehát hogyha azt gondoljuk, hogy Ukrajna bármilyen módon példa tud lenni Oroszország számára, az orosz nép számára, akkor tévedünk, mert ha valamiben példa Ukrajna ma, az elrettentő példa, ugyanis az ukrán politikának az egyik fő vonala ma az orosz ellenesség. Na most a másik kérdés, ami ebben az esetben felmerül, az az, hogy ha lesz esetleg támadás, akkor az pontosan milyen jellegű lesz? Tehát ez egy tényleges katonai konfliktus, egy durva támadás, vagy egy kis, nagyon gyors lefolyású történet? Egyáltalán mik a támadási opciók, hogyha Oroszország tényleg úgy dönt, hogy támad? Hát ez nem egy egyszerű történet, tehát... Azt, amit Magyarországon is mondanak néhányan, hogy gyakorlatilag egész Ukrajnát el tudná foglalni Oroszország, ez az erő messze nem elégséges rá. Tehát egy teljes, nagyarányú támadás, ami egész Ukrajnát elnyeli, ez kizárt. Tehát ez a része kizárt. Ugye látjuk Magyarországon, akár még politikusok is mondanak olyat, hogy nem sokára Oroszország lesz a határa Magyarországnak. Szóval ilyen opció nincsen. Ugye vannak, ugye Belarus hadgyakorlat miatt az utóbbi időben felmerült, és potenciálisan nem lehet kizárni egy gyors támadást Kijev ellen, ami ugye a Ukrajnának a politikai gazdasági központja, és akkor ezt mondja, ez a logika azt mondja, hogyha Kijevet elfoglalnák, akkor gyakorlatilag elmozdítanák a kormányt, Bábkormányt ültetnének Zelenszkij elnök helyére, és így oldanák meg a problémát, azt a problémát, ami szerintem jelen pillanatban akut módon nem létezik egyébként. Ez egy szenárió. Én elég szkeptikus vagyok azért, mert Kijev egy 4 milliós város, egy hatalmas város, tehát egy Budapestnél jóval nagyobb város. Ez csak akkor lenne lehetséges, ha az ukránok nem állnának ellen. Tehát egy 4 milliós város nagyon könnyű védeni, meg hát óriási óriási lenne világszerte a felháborodás, ezt nem lehetne semmivel megmagyarázni. Egyáltalán hogy zajlana egy ilyen történet? Megindulnának az orosz tankok, és akkor Kijevbe így szépen lánctalpon begurulnának, hogy jó napot kívánok, mi vagyunk az oroszok, mostantól önök hozzánk tartoznak? Hát nézd, emlékezzünk vissza 1956-ra, hogy lehet lánctalpon begurulni egy nagyvárosba. Különösen egy olyan szituációban, amikor Ukrajna azért kapott bőven páncélelhárító fegyverzetet az Egyesült Államoktól, Nagy-Britanniától, más országoktól. Tehát ez a rész, hogy ez azt feltételezné a kijevi forgatókönyv, hogy gyakorlatilag az ukrán állam összeomlik, és nincs komoly védekezés. Én speciál azt nem látom, hogy Ukrajna ennyire az összeomlás szélén lenne. Ez az oroszok számára akkor elképzelhető opció, ha tényleg Ukrajna ennyire rossz helyzetben van. Nyilván Moszkvának jóval több információja van Ukrajnáról, mint bárki másnak a világon, beleértve az Egyesült Államokat, meg még talán magukat, az ukránokat is. Tehát ők nagyon-nagyon nagy mértékben figyelik Ukrajnát, ugye ott vannak mindenhol. Az orosz hírszerzés Ukrajnában mindenhol ott van, a hadseregben, a politikában, a radában, tehát a parlamentjükben, mindenhol ott vannak. Azért, mert sok millió orosz él az országban.
meg orosz kultúrájú ember, aki lehet, hogy ukrán nemzetiségű, de az oroszok felé húz. Tehát lehet egy ilyen, de én ezt nagyon-nagyon valószínűtlennek tartom, mondom, egy 4 milliós város politikai szempontból is rendkívül nagy veszteséget jelenten Oroszországnak, hiszen ez egy teljesen mesztelen invázió lenne, itt nem lehetne megmagyarázni, úgy, hogy a Krímet valamilyen szinten meg tudták magyarázni, vagy a Donbaszt meg tudták magyarázni a világ számára. Ezt nem lehet a világ számára elmagyarázni, egy Kijev elleni támadás. Ugye vannak egyéb forgatókönyvek, ugye magában a Donbaszban, hogy kiszélesítsék azt a területet, ami a szeparatisták ellenőrzése alatt áll. Ott azért látni kell, hogy a szeparatistáknak nem csak a szeparatista oldalon van támogatottsága, hanem van támogatottság úgymond az ukrán oldalon. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy itt egy egységes ukrán nemzet áll az orosz agresszióval szemben, akkor tévedünk, nagyon sok a mai ukrán területen élő orosz kisebbségi, vagy bizonyos értelemben az orosz kultúrához kötődő ember, az nem feltétlenül harcolnak ők keményen az orosz hadsereg ellen. Lehet, hogy vannak olyan települések, ahol köszöntenék is a bejövő oroszokat. Tehát ez egy nyugati propaganda elem, amikor azt mondogatják, hogy hogyan állnak össze az ukránok az oroszok ellen. Hát a többség ezen a vidéken lehet, hogy nem harcolna az oroszok oldalán, de hogy az oroszok ellen sem, az nagyon valószínű. Mondjuk Mariupolnál a lakosságnak a fele az etnikailag orosz, vagy a közel fele. De ez a szenárió se lenne egy könnyű szenárió, ugyanis az ukránok itt egy jelentős haderőt vonultattak fel, ami azért nem adná át ellenállás nélkül a Donbaszt. És akkor ugye van Odessa környéke, ami egy stratégiailag rendkívül fontos hely, mert kapcsolat Tiraspol felé, ahol ugye van egy orosz bábállam gyakorlatilag, ez a Dnyeszter melléki köztársaság, ez Moldova területén van, illetve a Krímtől északra van egy fontos régió, tehát van egy olyan elmélet, hogy akár ezeket a részeket összeköthetnék a Donbasztól egészen a Dnyeszter mellékig, és ezen a területen, mondom, látni kell, hogy van jelentős támogatottsága Oroszországnak, tehát népi támogatottsága, nem arról van szó, hogy teljesen ellenséges populációt szállnának meg. Még Nyugat-Ukrajnában azért az lenne, tehát ezért zárom ki egy teljes, bármilyen forgatókönyvek közül teljesen kizárnám azt, hogy egész Ukrajna elleni támadás, mert Nyugat-Ukrajnában nagyon erőteljes az orosz ellenesség, és ott nagyon erős ellenállás lenne. Ha esetleg bármelyik ezen forgatókönyv közül megvalósulna, akkor a nemzetközi közösség magára hagyná Ukrajnát, vagy ténylegesen lenne szankció, katonai szankció? Ugyanis egyelőre a legtöbb esetben, az USA-t talán leszámítva, mindenki gazdasági szankcióról beszél. Hát egyrészt mi az, hogy nemzetközi közösség? Tehát, hogyha megnézzük, hogy ez egy nyugati fogalom, ezt mi használjuk, arra azt gondoljuk, hogy velünk van a világ többsége. Ez nem feltétlenül így van. Hogyha megnézzük, ugye már a ENSZ biztonsági tanácsa a legfontosabb szerv ebben a tekintetben, ugye ott Franciaország, az USA és Nagy-Britannia áll szemben, Kínával meg Oroszországgal állna szemben ebbe az ügyben is. Tehát az, hogy mit gondol a nemzetközi közösség, szerintem ez egy más tészta, nagyon sok mindent gondolnak az országok. Ezt a fogalmat az új hidegháborúban, amikor már tényleg egy új hidegháborúban, szerintem felejtsük így el, mert ez egy alapvetően nyugati fogalom volt, ami az amerikai hegemónia korszakára igaz lehetett, mert a nemzetközi közösség bizonyos értelmében az Egyesült Államoknak az eufémizmusa volt, hogy amit az Egyesült Államok és szövetségesei gondolnak. Na most, hogy milyen szankciók lehetnek, Egyesült Államok sem beszél katonai szankciókról. Az USA most mondta ki csapatait Ukrajnából, teljesen nyilvánvaló, hogy nem fog egyetlen egy amerikai katona sem meghalni Ukrajnáért. Miért nem? Egész egyszerűen azért, mert az amerikai, még ha az amerikai politikának lenne is ilyen akarata, az amerikai hadsereg is tudja, hogy ez egy vesztes harc lenne. Tehát abban a pillanatban, amikor az amerikaiak bekapcsolódnának az ukrajnai küzdelembe, akkor Oroszország megkettőzné, megháromszorozná az erőfeszítéseit, míg az amerikaiak ezt nem tudnák fenntartani, azok, akik bemennének Ukrajnába, valószínűleg áldozatai is lennének a harcnak, ugyanis Oroszország sokkal gyorsabban tudja növelni a csapat létszámait Ukrajnába, mint az óceán túloldaláról az Egyesült Államok.
Tehát ez fel sem merül se katonai, se politikai szempontból, hogy az amerikaiak el vannak fáradva már a hosszú háborúkban, ezek a forever war, az örökké tartó háborúknak hívják. Ugye lezárták Afganisztánt 20 év után, de Irakban még ott vannak, Szíriában ott vannak. Van egy nagyon nagy fáradtság az USA-ban. Tehát a katonai részt, hogy az USA bármilyen katonai, közvetlen katonai szerepvállalást tesz, azt kizárnám, az biztos, hogy hírszerzési segítséget kapna, tehát műholdképeket kapnának az ukránok, hogy éppen merre mennek az oroszok, kapnának elemzéseket, ugye nyilván az amerikai apparátus az figyeli az orosz hadsereget, információkat kapnának, meg fegyvert kaphatnának, de ez a maximum, amit Ukrajna kaphat. A NATO csapatok, illetve amerikai katonáknak a bevonása, állomásoztatása, az akkor miért zajlik, illetve tulajdonképpen zajlik-e? Hát Ukrajnában nem zajlik. Ukrajnában éppenséggel, hogy azokat a kiképzőket, akik ott vannak, kivonják. Ami zajlik, az Románia, Baltikum, meg Lengyelország, és itt is néhány ezer fős kontingensekről van szó. Arra senki nem készül józan módon, hogy a NATO-t megtámadná Oroszország. Tehát ennek az esélye nagyon-nagyon csekély. Erre csak azt tudom mondani, hogy legfeljebb akkor történhet valami, ha egy nem szándékos baleset történik, ugye mondjuk is a lengyel határon vannak, vagy a lengyel határ közelében vannak orosz csapatok, ami nem nyilván nem egy pozitív dolog, hogy hadgyakorlat van a lengyel határ mellett egy ilyen feszült helyzetben, de ez nem, tehát a NATO nem fog semmilyen közvetlen katonai lépést tenni. Ugye a NATO-ban is alapvetően az USA dönti el már ezeket, amikor ilyen fontos dologról van szó, az amerikaiak nélkül senki sem lépne, a britek sem. Tehát ugye a britek most nagyon, nagyon erőteljesen mozognak Ukrajnában, de a britek sem lépnek. Ugye a britek építenek egy kis tengerészeti támaszpontot Odesszától nem messze. Tehát vannak milyen mozgások, de ezt a pillanatok alatt otthagynák, hogyha az oroszok tényleg jönnének. De még kérdezett ugye a gazdasági szankciókról, hogy nyilván nagyon erőteljes gazdasági szankciók lennének várhatók. Csak az a probléma, hogy ugyanúgy, hogy a 2014-2015-ös körben, ugye akkor szankciókat vezetett be fokozatosan lépésenként az Európai Unió és az Egyesült Államok Oroszországgal szemben, jöttek az orosz ellenszankciók. Tehát nem arról van szó, hogy Oroszország ne tudna ellenlépni. És ez nagyon fájdalmas is tudna lenni. Tehát, hogyha mondjuk Oroszország ellen egy nagyon kemény szankciós rezsim lenne, akkor Oroszország tényleg megtehetné azt, hogy elvágja Európa gázszolgáltatását. És most ez a telet, ez a tél, ez nem volt hideg, sőt, Európa nagy részén melegebb volt az átlagnál. Ezt a telet túléltük. De nem tudnánk, tehát a következő télre nem tudnánk helyettesíteni az orosz gázexportot. Nincs olyan technológia, ami ennyi idő alatt ezt meg tudná oldani, de ami Európában hát minimum egy nagyon komoly gazdasági recessziót okozna, szerintem nagyobbat, vagy akár akkorát, mint nyilván ezt alaposan meg ki kéne számolni a forgatókönyveket, de nagyon nagy recessziót okozna, akár akkorát. És ezt az orosz gázt nem is nagyon lehetne máshonnan ugyanezen az áron pótolni, mert vannak ilyen felvetések, hogy valójában az USA azért gerjeszti a feszültséget, mert szeretne nagyobb szeletet kapni az európai gázpiac tortájából. Az nem kétséges, hogy az USA szeretne nagyobb szeletet kapni, és ugye az LNG az erről is szól, hogy az amerikai gáz, ugye Amerikában van egy felfutó gáztermelés, van egy erőteljes olajtermelés, tehát Amerika már exportőr, szénhidrogén exportőr, míg évtizedeken át szénhidrogén importőr volt, és ez nyilván nagy biznisz, ez egy sok-sok-sok milliárd dolláros biznisz, de az, hogy ez lenne a fő ok, én azt gondolom, hogy a fő ok az amerikai lépéseknek, az mindig politikai, geopolitikai, tehát a gazdasági érdekek is nagyon fontosak, de azért ezt szerintem ezek a második helyen vannak alapvetően, tehát a politika biztonságpolitikának azért az fentebb van a listán, mint a gazdaságpolitika. Itt ugye nagyon nagyok a tétek. Tehát nem hiszem, hogy ez lenne a fő ok. Nyilván egy adott esetben az, hogy az USA nem olajimportőr és nem gázimportőr, az sokkal bátrabbá teszi az Egyesült Államokat az oroszokkal szemben. Ez tény.
azt is látjuk, hogy Európa vezető politikusai rendszeresen mennek Putyinhoz, ugye Orbán Viktor kezdte, bár hogy mennyire szemít Európa vezető politikusának, az jó kérdés, de ugye Emmanuel Macron is ott volt Moszkvában, most Olaf Scholz fog tárgyalni Putyinnal, tehát úgy tűnik, mintha minden hétre jutna egy-egy európai vezető, aki beszél Putyinnal. Amikor ezek a találkozók vannak, akkor ott ez az orosz-ukrán kérdés szóba kerülhet olyan szempontból, hogy drága elnök úr, tessék még várni, legyen kedves nem lerohanni Ukrajnát, vagy ilyenkor miről beszélgetnek egymással? Hát nagyon nehéz ezt megmondani, hogy ezek nagyon hosszú tárgyalások. Orbán Viktor egyébként maga is megmondta az évértéke, hogy ebben Magyarország nem tud központi szerepet játszani méreténél fogva, tehát itt tényleg a nagyhatalmak, vagy hát európai esetben ugye nagyhatalom nincs egy se, középhatalmak számítanak. Melyek ezek a hatalmak Európában? Tényleg Németország és Franciaország, vagy Olaszország, ami egy nagy ország, vagy egy európai méretekben nagy ország, meg se szólal a kérdésben. Tehát az, hogy mi hangzik el, az biztos, hogy egészen más sok ezek a tárgyalások, mint ami a sajtóban meg tud jelenni. Tehát itt nyilván konkrét dolgokról beszélnek. Mit kérsz? Tehát én azt gondolom, hogy pragmatikusan közelíti meg a kérdést Macron, pragmatikusan közelítik meg alapvetően a németek, hogyan kerülhető el a válság. Ugye Oroszország valószínűleg ezt tárgyalási technikának, meg tárgyalási támogatónak alkalmazza a katonai eszközöket. Mit tehetünk azért, hogy ez az orosz harag, mert ugye az orosz haragból ered ez az egész konfliktus, abból, hogy ők úgy érzik, hogy nem azt kapták 1990 után a nyugattól, amit ők érdemeltek volna. Tehát mit tehetünk? Mit tehetünk? Ti mit akartok? Mi mit tudunk adni? Valószínűleg így folynak le ezek a tárgyalások, sokkal, de sokkal őszintébben, mint amit egyébként, bár egyébként meglehetősen őszinték tudnak lenni néha sajtótájékoztatók is, de nyilván itt egy töredékét látjuk a valóságnak. Én biztos, hogy nem láttam a leíratát mondjuk a Macron-Putyin tárgyalásnak, de rendkívül kíváncsi lennék rá. És akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy nagyon sokan Ukrajna kapcsán elkezdik feszegetni azt, hogy amúgy mennyi konfliktus van a világban, de hogy Ukrajna jó gyújtópont lehet arra, hogy belobbanjon egy globális konfliktus. Itt merül fel bennem az a kérdés, hogy lehet, hogy tényleg Ukrajna miatt tör ki, mert ez nagyon nagy szó, de a harmadik világháború? Beszéltünk már erről a kérdésről szerintem pár hónappal előtt. Én nem látom azt, hogy ebben az értelemben ilyen első világháború előtti állapot lenne, hogy egy viszonylag jelentéktelen, mert globális szinten azért Ukrajna nem túl jelentős, állam feletti konfliktusban, ugye Szerbia volt 1914 előtt, törne ki a harmadik világháború. Tehát a fő front egyébként, ha már kvázi világháborúról beszélnénk, akkor az Kína meg az Egyesült Államok között lenne. Tehát Európa, Oroszország, Ukrajna, ez a mellékfront. Én nem, továbbra sem érzem azt, hogy itt a harmadik világháború küszöbben lennénk. Nagyon sok konfliktus van, nagyon sok háború, polgárháború kitörhet a következő években. Én azt gondolom, hogy a harmadik világháborút azért el tudjuk kerülni, de ha esetleg tényleg nagy háború lesz a főfront, az biztos, hogy a kínai-amerikai front vagy viszony lenne, mondjuk Tajvan körül, vagy a dél-kínai tengeren. Én nem hiszem, hogy Amerika Ukrajnáért belemenne egy harmadik világháborúba, lehet, hogy nagyon erőteljes szankciókkal büntetnék Oroszországot, de hogy nem, ha Oroszország mégis úgy döntene, hogy elfoglalja Ukrajnának egy jelentős részét, nem az egészet, mert onnan azt nem tudja effektíve megtenni, akkor Amerika ezt alapvetően hagyná. Tehát nem lépne háborúba Ukrajnára, tehát nem járnánk úgy, amikor Szerbiáért 1914-ben gyakorlatilag Oroszország mozgósítani kezdett. Tehát én nem látom ezt a helyzetet, hogy Ukrajnáért bárki is háborúzna, az ukrán nép egy részén kívül, mert ahogy mondtam, az ukrán nép egy részese háborúzna, egy jelentős részese háborúzna ezért a mai Ukrajnáért. És ha már erről beszélünk, akkor tudom, hogy ön azon szakértők közé tartozik, aki személyesen is felszokta keresni az érintett helyszíneket így Ukrajnában is, járt legalábbis a Facebook posztjai alapján. Ön mit tapasztal a lakosság körében? Mennyire van ott háborús hangulat, pánik hangulat, felkészülés valami óriási válságra, vagy hogy élik ők ott most a mindennapjaikat?
Hát igen, Ukrajnában nagyon sokszor jártam, és gyakorlatilag az egész országban, tehát a nyugati felétől egészen a Donbaszig, és általában azt tapasztaltam, mondjuk legutóbb most az ősszel voltam, hogy nincs, illetve hát folyamatos kapcsolatban vagyok olyanokkal, akik kint vannak, akik látják, tehát nem egyszerű emberként, hanem bizonyos pozícióban ülnek, és látják a helyzetet, vagy ahogy az ukrán hatóságok értékelik a helyzetet. Én azt látom, hogy az ukrán hatóságok továbbra sem várnak egy nagyméretű orosz inváziót. Nyilván készülnek rá, mert ha a képesség ott van, akkor ugye bármi megtörténhet, de nem nincs az a jellegű felfokozott hangulat, mint ami a nyugati sajtóból árad, hogy szerdán 16 óra 14 perckor támadnak az oroszok. Hát gyakorlatilag a Fehérház ilyen, hogy úgy mondjam, pontos előrejelzéseket tesz, ugye ezt már két hete is megtette, hogy azonnal támadhatnak az oroszok. Tehát ez a jellegű felfokozottság, ez nincs. Nyilván készülődés, aggodalom van, de Ukrajnában azért pontosan tudják azt, amit mi ugye a nyugati sajtó bűvkörében nem látunk, hogy az oroszok nem irracionálisak. Az oroszok nem mennek neki, nem rohannak neki a betonfalnak, amikor a betonfalt lassan lépésenként is le lehet bontani. Ugye ezt mondja Zelenszky elnök is, hogy az igazi probléma, meg az igazi nagy veszteség most Ukrajnának az, hogy az adósságait nem tudja majd finanszírozni, senki se akar majd kölcsönt adni egy háború szélén álló országnak, vagy amiről azt gondoljuk, hogy a háború szélén áll, nem jön be tőke. Hát hogy lehet sikeres Ukrajna akkor, hogyha állandó orosz fenyegetettségben él? Sehogy, mert ki fog befektetni Ukrajnába. Tehát nem, és ezért nem értem, mondom, lehet, hogy lesz háború szerdán 16 óra 14 perckor, hogy a Fehérház megmondta, most a 16 óra 14-et nem, de a szerdai, keddi szerdai napot megjelölték, hogy ekkor már kitörhet a háború, de nem látni az érdeket, mert Ukrajna így is megy lefelé. És az oroszok megkaphatják kisbefektetéssel azt, tehát az, hogy lesz egy teljes mértékben összeomlott Ukrajna, amit nagy befektetéssel kaphatnának meg fegyveres úton, és ezt az ukránok tudják. Tehát azok az ukránok, és azért elég sok emberrel beszélek, az ország különböző részeiről, ők inkább ezt látják veszélynek, hogy Ukrajna leépül. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, ami egy kicsit fiktívebb, de nagyon sok hallgatót foglalkoztat, és folyamatosan kapunk ezzel kapcsolatban leveleket, kommenteket, hogy egy esetleges ilyen konfliktus kapcsán mi a helyzet Kárpátaljával, és visszakerülhet-e Kárpátalja Magyarországhoz? Reálisan gondolkodó emberek ezzel nem foglalkoznak. Tehát Kárpátalja lakosságának több mint 80%-a az ukrán-ruszin, de a ruszin identitást azt jó részt felszámolták 1945 után, tehát az a magyar párti, vagy Magyarországhoz kötődő ruszin identitás, ami azért megvolt még a 40-es években is, az nem nagyon van már meg. Hát meg eleve, tehát Kárpátalja, tehát ugye ebből adódik az, hogy a többsége a lakosságnak, ugye több mint 1 milliós tartomány, ez nem támogatná, és a magyarok létszáma, hát ugye papíron a 20 évvel ezelőtti népszámlás szerint 156 ezer, de hát örülhetünk, a 100 ezer magyar maradt még Kárpátalján, tehát mondom 10% vagy 10% alatti, tehát ez már ezért se reális, mert hát Magyarország NATO és EU-tag. Elfogadtuk a nemzetközi határokat, ilyen kalandban egyetlen egy magyar kormány sem menne bele. Arról nem is beszélve, hogyha csak képzeljük el azt a szenáriót, hogy Kárpátalja maga akar csatlakozni Magyarországhoz, ez egy rendkívül szegény terület, véletlenül népszavazás kellene Magyarországon, megszavazná-e a magyar népesség többsége ezt? Tehát nyilván én azt gondolom, hogy a reális és a pozitív forgatókönyv az lenne, a kárpátaljai magyarság visszakapna a jogait, amit nagyon csúnyán megkurtított az ukrán állam 2014 óta, sőt, kapna egy autonóm területet, teljesen mindegy, hogy nevezzük, mert ugye a ukránok a Krím elcsatolása után az autonómiát azt a fekete listára tették, mint szót. Ez lenne a megoldása a kárpátai magyarság megmaradásának. Semmiféle realitása nincs itt Közép-Európának ezen a felén a határváltoztatásoknak. Ez tény, értem én, hogy vannak ilyen vágyak, Magyarországon is, meg egyébként a kárpátaljai magyarság körében is,
mert ugye Ukrajna túl sok jót nem adott nekik az elmúlt 30 évben, az utóbbi 8 évben meg szinte csak rosszat kaptak. De a vágyak és a realitások az egy két különböző terület, és a vágyakból ritkán lesz realitás. Demko Attila, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!